Gaudi Nagy Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője a vendégünk. Jó estét kívánok! Estét kívánok! Ezt a beszélgetést délután 5 órakor rögzítjük. Azt olvasom a közleményükben, hogy a Jobbik akkor szavazza meg a közkegyelemről szóló javaslatot, ha elfogadják vele párhuzamosan a módosító indítványukat is, amely szerint kapjanak kegyelmet azok is, akiket 2002 és 2010 között politikai okokból meghurcoltak. Ezt úgy mondják, mintha az elfogadás szempontjából számítana, hogy önök megszavazzák vagy sem. Igen, ezek kell azonnal kezdeni a kormánynak. Tehát ugye, hogy a rendszerváltásra hivatkoztak, fülkeforradalomra hivatkoztak, nagyon sok mindenben szakítottak valóban az elmúlt 8 év gyakorlatával, amikor a jogállamot lehetítették. Mondtak rendszerváltást? Fülkeforradalomot, azt mondták, hát meg szabadságot. Hát a nemzeti együttműködés nyilatkozatát nem olvasta a szerkesztő úr, nagyon sok egyéb fontos iratot nem olvasott, amit én képviselőként viszont nagyon sokat hallok és olvasok is, tehát főleg miniszterelnök úr szavaiból, illetve egyáltalán az egész átalakító folyamat, több száz új törvény, alaptörvény megszületése, stb. Ugye az alaptörvénynek a nemzeti hitvallás része is ugye megbélyegzi az elmúlt 20 évet, azon belül a 8 évet is, mint egy olyan időszak, amit magunk mögött kellett hagynunk. Na most ennek egy nagyon kemény része volt az a 8 év, amikor valóban a szabadságjogokat gyakorló magyar embereket, tipikusan az ellenállókat, tehát akik ellenálltak ennek a Megyesi Gyurcsány-Bajna időszaknak, egyébként ezt foglalja össze a Jogvédők a Nemzet Szolgálatában című könyvünk a legjobban. Most nemzet jogvédő szolgálat. A reklám is megvolt. Megvolt, így van. Ez időszak, ez teljes dokumentált. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy itt embereket koncepciós eljárások tömegeivel ítéltek el politikai okból. És hát zajlanak egyébként ezek a kártérítési eljárások, hát sokan kaptak is kártérítést. A kártérítés az más dolog. Az azt jelenti, hogy ha már valakit felmentettek, de voltak olyan esetek, nem kevés eset, például Dukán Dániel esete, akit ugye hamis rendőri jelentések alapján ítéltek el, ő róla mintáztak a 2006 évi semmiségi törvényt, az elítélések semmiségéről szóló törvény tavaly, és ez a törvény elakadt, megbukott. Igazából a bíróságok elszabotálták, ez alkotmánybíróság előtt van ez a törvény, jelenleg Dániel sem kapott például kegyelmet. Első évben, első fokon 2 év 6 hónapra ítélték, második alkalommal 2 hónapra a 2 kő állítólagos elhajítása miatt, amit nem tudtak bizonyítani. Nagyon sokan, tavaly még börtönben ült egy olyan fiatal ember, aki a szabadságtévőstromban során tüntetett ott a helyszínen. Tehát gyakorlatilag ez egy evidens dolog lenne. Tehát a december 23 tavaly az egy performance volt, egy politikai performance, ami nem valósított meg bűncselekményt, egyébként sem szabálysértést. De hát akadályozták a forgalmat. Igen, de nem minősül se bűncselekménynek, se szabálysértésnek állásponton szerint. Másrészt nem hát az álláspontja szerint nem, de ezek szerint mégiscsak büntetést kapnának. Indult az eljárás, csak a kormány belátta, hogy nem lenne eredményes egy ilyen büntetőjárás, és nyilván ezért szeretné a politikai, hogy mondjam, kellemetlenséget elkerülni. A MSZP-LMP nem kér ebből. Viszont azok az emberek kérik és igénylik, akik a kormányt is támogatják, és akik elszenvedik a könnygáz támadásokat, akik közül nem egy ember valóban adott esetben szándékváltással ellenállt egy rendőri támadásnak, és őt bizony nagyon kemény büntetésekkel, akár börtönre, vagy felfüggesztett börtönre. Igen, tehát a szándékváltást is úgy mondja, mintha ez bírósági ítéletben szerepelne, vagy bizonyított lenne. Nagyon nyilván sok esetben szerepelne. Nem, hát ezek dokumentált tények. Hát kérem szerkesztőt, olvass el a 2006-os jelentését a Emberjogi Bizottságnak, amit egyhangú többséggel fogadtunk el, illetve azt a részjelentést, amit én készítettem az elmúlt 8 év jogsértéseiről. De hogyha ez ennyire egyértelmű, akkor miért kellene nekik közkegyelmet adni, akkor miért nem lehet egyszerűen felmenteni őket normális bírósági jogerősen ítélve, és ez a bizonyos 2006-os elítélésekről szóló törvény, még egyszer mondom, megbukott, a bíróságok nem alkalmazzák, bojkottálják, szabotálják. És ki tudja, milyen sorsa lesz. Tehát a közkegyelemnél mi azt mondjuk, hogy nyilván szerkesztő kérdezte, hogy kell-e egyetlen ez bárki más a kormányon kívül. Nem jó, hogyha csak a kormány ad kegyelmet. Az egy kicsit ilyen direkt politikai üzenete van. Minél szélesebb kör, ha mondjuk a Jobbik emögé fel tud vonulni, egy 4/5-ös többséggel, mert van egy súlya. De vajon értelmes dolog-e, vagy érdemes-e összekapcsolni ezzel a bizonyos, ahogy ön mondta, politikai performance-nak a kegyelmével ezeket a kegyelmeket, mikor az ön szavai szerint is a két eseménynek, vagy a két cselekménysornak egyáltalán nem azonos a súlya? Hát egyáltalán igen, pontosan nem azonos a súlya, és pontosan ezért, hát finoman szóval nevetségesnek mondható ez a közkegyelmi javaslat, hogy csak erre a december 20-ra. De akkor önök most a nevetségesnek mondható javaslatra szeretnénk feljavítani érdemi javaslattá, és valóban az alaptörvény elfogadása egy ünnepi komoly alkalom. Ezt én magam többször elmondtam, én szorgalmaztam a közkegyelmet Orbán Viktornak írott nyílt levelemben, tavaly júniusban az országgyűlésben több alkalommal szólaltam fel a közkegyelem érdekében, és most jött el a pillanat, hogy az alaptörvény elfogadása vagy hatálybelépésének alkalmával azok az emberek, akik véreztek, áldozatot hoztak a 2/3 többség megszerzésért, azokat most úgy gondolom, hogy mentesíteni kell a következő. Jó, hát meglátjuk, hogy erre mit fognak lépni a kormánypártok. Van itt más ügy is. Azt mondják, hogy Andor Lászlót, ugye uniós biztos, hazaárulás és hűtlenség gyanúja miatt feljelentik a legfőbb ügyésznél. Miért?
Ezért, amit szerkesztő úr elmondott, tehát ugye azzal, hogy a Andor László, mint ugye magyar biztos, nyilván nem tudjuk az intézményrendszerét tekintve, ő neki ugye nem szabad nemzeti érdeket képviselni. De azért még Mesterházi Attila tegnapi interjújában is elmondta egy rádió interjúban, hogy hát neki azért ott kellett volna lenni, és azért el kellett volna mondani pro és kontra érdeket. A kohéziós alap felfüggesztéséről, egy részének harmadának felfüggesztéséről. És ilyenkor nagyon figyelnek oda arra, hogy az adott érintett állam által delegált biztos mit mond. Na most Andor László akár így, akár úgy, azzal, hogy nem vett részt, mindenképpen előidézte azt a helyzetet, tehát hozzáállt az a személyesen nem volt ott, de volt egy ott nyilatkozatot adott, illetve levelet küldött talán. Így van, csak hát ugye ez egészen más, mintha ott lett volna, és úgy gondolom, hogy azért neki kötelessége lett volna azért magyar emberként igenis megtenni mindent annak érdekében, hogy hazánkat ez a diszkriminatív egyébként is megalapozatlan szankció ne érje, amely történelminek mondható, hiszen több jelentős tagállam, Franciaország is tömegesen szegi meg az uniós szabályokat, és soha nem. Igen, csak azt hiszem, talán egyetlen ország sincs, aki ilyen régóta szegi meg ezeket a szabályokat, mint Magyarország. Hát az érdekes, hogy viszont most javulnak Magyarország mutatói éppen, tehát bizonyos mértékben pedig... Tehát ez a baj az Európai Bizottságnak, hogy javulnak, de egyszeri tételek alapján javulnak, hát, és ezek a egyszeri tételek ezek minden évben nem fognak rendelkezésre állni. Világos, igen, csak hát ugye ez már magyar embereken csattan az ostor, és ugye úgy gondoljuk, hogy azért aki ilyen tisztséget vállalt, hogy akár biztos legyen, vagy akár bármilyen szinten képviseli Magyarországot, annak kutya kötelessége Magyarországért kiállni, és ha ezt nem teszi, akkor bizony nyugodtan nevezhető hazárulónak, sőt ez büntetőjogi értelemben is. Hát azt mondják, hogy egy külföldi szervezet által meghozott döntésben vett részt, azért ez nem egy olyan külföldi szervezet, mint hogyha egy antillákról idejött volna egy szervezet, amely dönt valamit Magyarország ellen, ez egy olyan szervezet, amelynek mi tagjai vagyunk. Így van, de attól még nem tekinthető a mi szervezetünk, nem egy hazai szervezet, tehát a jog az egy bizony éles fogalmakat tud használni, tehát nem hazai szervezetről van szó, egy uniós szervezetről van szó, amelybe beletaszigálták Magyarországot 2003-ban egy tisztességtelen népszavazás útján, tisztességtelen feltételekkel. Hát ezt azért sokan vitatják, azt hiszem. Hát a tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy ez így van. Hát ugye ennek nem vagyok előnyelvezői, hát a zsebszerződésekkel a osztálygazdák. Hát elég azt hiszem, hogyha az uniós támogatásokat nem tudnánk felhasználni. De hát azok a mi pénzeink, szerkesztőre, a mi pénzeinket adjuk egy be, és nem kapjuk vissza fizetők vagyunk, hanem többet hát, kapunk, mint amennyit befizetünk. Hát a kivitt multi milliárdokat, ha összeszámítjuk, erre nagyon komoly számítások születtek. És ennek az unió az oka? Hát az unió az oka, hiszen piacot kellett nyitnunk. Lemondtunk a nemzeti piacvédelemről, és ki kellett nyitni a piacainkat. És ide jöttek a versenyelőre rendelkező nyugati cégek, akik lerabolták az országot. Az, hogy sokan vannak, akik vitatják azt, hogy most nekünk jó, hogy benne vagyunk az unióban, vagy nem vagyunk jó, vagy nem jó, az azért nem azt jelenti, hogy tisztességtelen volt, meg becsapott volt az a bizonyos népszavazás. De, maximálisan azt jelenti, én részt vettem az ellenző oldalon, és el tudom mondani, hogy egész Európa fel volt háborodva, hogy nem kapott egyelő lehetőséget az igen és nem, sem médiában, se pénzben. Megtették sem már a feljelentést? Ezt a feljelentést megtette, úgy tudom, hogy Gyöngyösi Márton Jobbik frakciónak a frakcióvezető helyettese. Meglátjuk, hogy a legfőbb ügyész mit reagál rá, képviselő úr. Köszönöm, hogy a vendégünk. Köszönöm szépen.